Soha nem volt ennyi új fertőzött egy nap, ennyi aktíveset és ennyi tesztelés sem Magyarországon, amióta elindult a koronavírus járvány. Vasárnap 576 új fertőzöttet találtak, egy krónikus beteg meghalt, így az elhunytak száma 625 fő. Összesen 3961-en pedig már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 4377 fő. Az aktív fertőzöttek 43% a budapesti, 164 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. A második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános és szabályok betartása. Vidéken 2492 aktív fertőzött van, akik közül 127 Bácskiskun megyei. Kecskeméti gócpont kialakulásáról továbbra sincs hír, viszont az oktatási hivatal a Ceglédi Szentkereszt Katolikus Iskolában és Ovodában szeptember 7-től határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelt el. Az iskolában kettő pedagógus COVID-19 tesztje lett pozitív, ezért minden tanár és technikai dolgozó hatósági karanténban van.